Na, jó zene, zene kell, tényleg szeretetek zenét. Azok én zenét. Tehát, hogy így, érted? Ezt már szeretem. Na, hát akkor mégiscsak. Akkor nem nekem van igazam. Akkor szeretitek a bucsi. Na, jó van. A faszabb, ott mi van? Token invalid. Jaj, de jó. Szeretem, mikor a token invalid. Miért invalid? Na, most már nem invalid a token. Emlékszem még akkor, mikor feliratkoztál, te fasz! Nem minden csacsicsöcsecsecse, csak a csecsecsöcsű csacsicsöcsecsecse, mert ha minden csacsicsöcsecsecse volna, akkor minden csacsicsöcsöcsű csacsi volna. A faszomat. Kaphatok egy puszit a buksimra. Ez ki volt? Papaj Levi, hát szia, nem Alex. Vagy semmi. Sikeres rund kívánok előre is. Köszi szépen, Valgri, Némizájti és Lollinger. Nyald meg. Snia. De ez mi volt? A faszomat. Na, én úgy gondoltam, hogy... mit is kikezdés, köszi Dandario. De nem, miért én kommentelek? Állj már le! A bot vagy! Nem én. A fuck? Álljál. Na. De nem én! Jesus, mi szar történt ezzel? Jó, hát most nem fogok ezzel szórakozni, mert rengeteg időbe fog telni, most kijelentkez, bejelentkez. Sajnos a main accountomnak adtam meg a botnak a truccát, úgyhogy most én fogok kommentelgetni randomra. Azt én így így a mutyiba, a matyimmal írogatok az asztal alatt. Ja, Csiri. Emlékszem még akkor, mikor feliratkoztál, te fasz! Köszi tészta gombóc, zseniális név, és Oval Flamey. Senki nem jön üres kézzel, fiam! Köszi, Panman! Szia, Alex! Szer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 etlek, Alexovics Blas! Aha! Én is! Csacsicsöcs, de nem is volt! Ja, de volt! Az volt a vég, hogy a faszom! Gyec! Fóka! Köszi, Csiri! Na! Sötét szószolni fogunk majd. Sötét szósz 3, kéne folytatni. Picit farmolgattam ott annál résznél, ahol fel lehet fuktosni a családom egy ilyen bing bonkot, és azzal. Hát ezt jól megaszontam. Almát a chatnek. Hat almát a csetnek. Hát... jó, adok hat almát bárkinek. Na. Én úgy gondolom, hogy lassan kezdjük el a sötét szószit. Vettem, ugye, tradition minden streambe, hát nem is minden... Pepinós, az se lesz. Folytassam a Pepinót, azt én úgy éreztem, hogy az nem volt, tehát nem tudja azt nézni milyen. Én nagyon élvezem, de lehet, hogy nézni szírszar. Tehát ez olyan, mint a Terraria, hogy így vannak külön Terraria YouTube-erek, és őket szeretjük. Alapból nézni nem a legfaszabb. Na, mindegy, most DS-re készültem, meg ahhoz van kedvem. Kérlek szépen, ugye szoktunk... fisfos energiaitalokat inni. Minecraft, persze, Geri, én vagyok a legnagyobb Minecraft streamer. Mindjárt lesz streamelem róla a Minecraftot.
Ugye fisfos energiaitalokat szoktunk inni, úgyhogy én vettem energiaitalt, és úgy gondoltam, hogy próbáljuk ki. Az egyik a... Jó, nem vágja ki. Az Electric Strike a G-Fuel-tól. Ezt így mind meg fogom inni egyszerre. A másik, meg, de amúgy nem szponzor, tehát rájuk sem tudok írni, nincs is e-mail címük. A másik pedig egy Raspberry Iced Tea, az ez. Nem tudom, hogy milyen, de gondoltam egyszer próbáljuk ki. Ehhez sékert is kaptam, amit tudtam, geci! Sikert is kaptam, láthatatlanítom a TV-fosson. Egy jó kis... Figyelj, csak zöld volt. Tehát, hogy ajándékba kaptam, mert öttem két tab ilyen szart. Csak zöld volt, meg rózsaszín. Gondoltam, legyen zöld. Ezt se gondoltam, érted? Gondolom. Óvatosan, fiatlan ember, a nyugati termékek veszélyesek, tudom, fel is robbanhat. Nem tudom, melyik legyen, nyilván ebben naponta csak egyet kéne inni. Az egyik a Tea, a másik meg egy Electric Strike, Mortal Kombat 11. Játszik még valaki a Mortal Kombattal? Rajta van Kung Lao. Git. Csókolom, Gameritől van. Igen, itt van a kezembe. Az Kung Lao, nem? De jó, hogy így a zöldet kivágdossa belőle. Kung Lao-nak van ilyen sapkája, de mit tudom én? Tudod, mikor Mortal Kombat osztam, mikor kijött a kettő? De kb. Akkor játszottunk utájára. Csinálok egy polt. Az Raiden. Jaj, tényleg az elektromos csávó! Az elektromos csávó, de Raiden, azaz, teljesen, mert úgy gondolom, arra emlékeztem, hogy Kung Lao-nak volt a sapkája, és azt úgy használtam, mint egy fűrészt. És akkor neki is ilyen nagy sapkája volt. Csinálok egy polt, azt ilyen pol, hogy melyik legyen. Nem tudok írni, melyik íz. Az egyik a, ugye ez az Electric Strike. Ez az Electric Strike, ez azt írja, hogy, tehát a Mortal Kombatos, ez azt írja, ami rajta van Kung Lao, aki Raiden, hogy dinnye limonádé. Én nagyon szeretem a limonádét, és nagyon szeretem a dinnyét, azért választottam egy ilyet. Sajnos az Elden Ring-eset is ki akartam választani, mert ez, hát Elden Ring, tehát köszönöm szépen, Crimson Tear ízű, akármit is jelent. Bármit megveszem, amire rá van rakva, hogy Elden Ring. Bármit, tehát nekem ilyen könnyű a konzumer életem, tehát bármit megveszek, ez pedig Raspberry Iced Tea. A Raspberry, ha nem tévedek, az vörös áfonya, de nem, de, fasz tudja. Nem, az a Cornberry, bazd meg. Akkor mi a Raspberry? A közönség segítségét fogom kérni. Mána. Mánás. Tehát ez pedig a Mána Iced is. Én azt hittem, hogy áfogyom. Mindig Iced Tea volt benne, engem tával bármikor meg lehet venni. Úgyhogy ez a két... Van még egy csomó ilyen egytösakos, mert volt ilyen akció, és beleraktam az összeset, ha már egyszer rendelek Amerikából bármit, akkor hadd szóljon. Szóval Iced Tea vagy Electric Strike. Mert nyilván kettőt nem fogok meginni, tehát az 300 mg koffein, tehát én azért annyira nem vagyok kemény. Kb. 150 mg van egy expresszóba, tehát annyira nem kemény egyébként. Azt írja, hogy nulla cukor van benne, amit a hátulja igazából alátámaszt, csak én tartok tőle, hogy emiatt nagyon szar lesz az íze.
Nem tudom milyen. Soha a büdös életben nem is ittem ilyet, mindenki ezt iszza. Az összes létező youtuber, akit nézel, mindenki ezt iszza. Chatem van a poll egyébként, melyik íz ott van a tetején. Mobilon lehet, nem fog működni. Nem baj. Itt van Devi! Geci! Köszönjük szépen, Devi! A 12 órás Electric Strike nyert, ahogy látom. Durván nyert az, pedig azt hittem, hogy teát fogtok választani, mert én szeretem a teát. Danugze íze egyébként ez a teás íz, nem tudom ki az, nem is érdekel. Ez pedig Mortal Kombat 11, azt se tudtam, hogy van 10. Szóval ez dínyés limonádé, és ami nagyon tetszene nekem, de ugye ebben egy gram cukor nincsen, és ha már eszik egy energiaitalt, igazából lehet benne cukor, mert úgyis tehát energiaitalról beszélünk, tehát ki, ilyenkor már, tehát oly mindegy. De aztán fasz tudja. Van benne egy nagy rakás, vitamin C, vitamin E, vitamin B6, vitamin B12, choline, szódium. Ezek vannak benne, mint dolgok, ilyen vitaminok. Menjünk tovább. Taurin 1000 mg. Mik a gecit fogsz inni? A taurin egy enzim. L-trizon, abból is van benne. Maláta L-kitrulin, és van benne, nagyon kedvencem ki, L-kitrulin. Koffein 140 mg. Ezt nem is tudom kiolvasni, de ebből is van benne 50. Antioxidáns komplex. Van benne nagy rakás oxi. Meg só. Most nincs benne cukorelemben, van benne só. De urin az nincs betiltve az jóban? Nincs betiltve, hanem ugye elterjedt az, mert nagyon okosak vagyunk, hogy a taurin az bikageciből készült, és az emberek nem vették meg a magyar energiaitalokat, mert ha taurin van benne, akkor bikageci van benne. Már elnézést a használatért, és egyébként a taurin egy sima enzim. Van benned is, bennem is van, mindenki van természetesen. Tehát, hogy igazából csak marketing volt. Most már van megint a Red Bullba is, mert már lement ez a... Ez ment, hogyha megfogtál egy energiaitalt, ugye? És hát ez ugye nyilván nem tetszett a cégeknek. Nem szerették. Én csak azért vettem. Érted? Láttam benne, nincs benne a taurin. Mehetek a farmra. Fúj. Rendben van. Na, szóval Electric Strike. Nem tudom, hogy kell felbontani. Itt van ilyen íz itt az oldalán. Ilyen lófasz. Aha. És akkor ez így lejön. Ennek biztos örül egyébként a Mortal Kombat cég, hogy kifizettek egy nagy rakás pénzt a G Fuelért, és az első dolog, amit leszedsz róla, az a Mortal Kombat 11-nek a logója. És azt így kiaintod a kukába. És többet nem látszik. Hú, de ürülnek neki! Biztos úgy vannak, mert ez az! Egyszer használt, soha többet nem tudja senki, hogy Mortal Kombattal szerződtettünk. Nézd már! Első dolog volt, amit leszettem róla a Mortal Kombat logó. Hát ez nem sikerül, gyerekek. Tehát minimum ide kellett volna rakni, nem? Hát, hogy ez így... de jó az a klip! Na itt van a kokain. Jó, harmadik biztonsági szelep. Kezdök félni, hogy fel fog robbanni. Felbonti. Nem szponzor még mindig, ha bárki most csatlakozna be. Saját pénzbe vettem, drága volt. De van benne 40 adag, az azért elég sok. Ó,
Minőta van. És van benne... Nedd meg. Elméletileg, aha. Turkálok a fehér forma. Tudtam! Van benne egy kis kanál, ami... Tehát, hogy... Úgy érzem magam, mint egy... Ijjá! Durva kokain függő. Hagyom oda neked a Primeom. Nagyon szépen köszi, Komei Dávid. Na most ez... ez most hogy működik? Oké. Okay. Azonban kamera előtt akarom csinálni, csak le kell tennem, mert szét fog borulni. Csak én nem értem? Aha! Ó! Csak ugye nagyon bele volt már szorulva. Tehát egy... Itt van. Egy úgy néz ki, mint ami opium pipa, nézd már. Ja, nem, az a bong. Na mindig szarok rá. Jó, nagy drogos vagyok, nem? Jó. Tiszta fehér por vagyok, az nagyon jó. A streamen jól fog kinézni. Tehát... Tehát ez azért zseniális, tehát azért köszönöm szépen. Egyébként nem tudom, milyen íze lesz, de... Ennek tök jó íze van már most. De hát nyilván feloldunk vízbe, lehet tök szar lesz. Miért a nagyobb reklámot csinálok nekik, mint bárki, azt nem fizettek. És még egy darabot nem kaptam. Na majd most rájuk írok. Szóval van benne egy nehed meg. Ami csak azért vicces, mert nehed meg lehet a csomagban, amiben van kaja, élelmiszer. De kinder tojást nem lehet kapni Amerikában, mert illegális. Tehát, hogy ez vicces, viccesek a fiúk. Szóval, egy ilyen, és ez belemegy, hát ez így nem jó, nem? Szilikagél, azaz. Alex ezt fog nyalogatni streamen kívül. Hát azt emlékszem, hogy ezért lebaszták érte. A PewDiePie-t, hogy hallod, nem így kell fogyasztani, ha fejez már be, mert tényleg. Ebbe fog belemenni. Hát nyomjuk is. Hey, belement. Hát ez így hihetetlen. Belement, jó? És akkor most belekerül ez. Ez a shakernek a shaker része, úgy. Hát ez hihetetlen így. Tehát tiszta invisibility potion. És akkor rámegy a teteje, ezt már az előbb kimostam, azért van is szétnyitva. Ezt össze kéne csukni. Egy kézzel így nehéz mindent csinálni. Hogy ugye nem rakom le. Jó, azt lerakom, mert mindjárt én magamra öntöm az egészet. Ráteker. Erősen. És... Azt nem hiszem el, pont zöldet kellett. És rázi. Elméletek egy percig kell rázni, mert hogy a sok vitaminos fos, meg a taurin, meg az összes szar, ami benne van, amik nagyon természetesek. Szerintem. Egy fehér porban lassan oldódnak fel. Nem nagyon merem nagyon rázni, nehogy felrobbanjon a kezembe. Úgyhogy addig így fogjuk rázni. Tetőt visszarakom rá. Tiszta kokain vagyok. Csak élőbe akartam kibontani, simán megcsináltam volna előre az egészet, de hát az úgy mi abban az élmény. Azt... Hogy a jó kis Mortal Kombat logót leoktoljátok róla. Hát azt nem is értem, hogy azt, hogy találták ezt így ki. Hogy figyelj, szerződtes simán Mortal Kombatos cuccot. Első használat után vége a Mortal Kombatnak. Hogy így sokáig játszottunk.
Jó kis ASMR, nem? Belebasztam az ujjamat, királyót. Már felkeltem. Szerintem már jó lesz. Nem, még nem telt le. Azt majd elküldöm így utólag a G-Fuel-nak, hogy G-Fuel! I drink this! Sponsor me! És majd lesz Alex Easy G-Fuel. G-Fuel! Tastes like... I have no fucking clue. No. Kiss. Kiss. G-Fuel! Invisible! New! Csak zöld volt. Ebben se gondoltam, hogy ebből baj lesz. A másik meg izé volt hot pink. Gondoltam, hogy én a zöldet jobban szeretném. Bár tök mindegy. Bárhatok sékert venni. Csak járt hozzá egy. Szerintem elég van. És kijöntjük egy pohárba, hogy lássátok, hogy hogy néz ki. Jó? Mert most közben rájöttem, hogy ez így, hát ez így nem egy nagy élmény. Hát, hogy hát se tudjátok, hogy van-e benne egyáltalán valami, vagy nincs. Nézzük. Kibont. Egészségetekre. Megfog pohár. És kijönt pohárba. Tudom, ez regélytet. Ussaj. Az igengec. Úgy, de természetesen néz ki. Ezért fog benzint iszok, hallod? Mi a fasz? Hogy néz ez ki? Jó kis természetes. Mint egy koktél. Egyébként olyan úgy néz ki, mint a Blue Lagoon. Hát kóstoljuk meg. Az igen. Azt a kurva eget. Ebben hogy néz cukor? Na jó. Na, valami nem stimmel. Kibaszott édes. Total sugars, added sugars 0-0 milligram. Ha? Hát bászik, ez kibaszott finom, what the fuck? Ez az pika geci. Na oké, tele van édesítőszerrel. A Cola Zero is. Mégis a Cola Zero-nak tök szar íze van. Matyi hang. Szerintem kibaszott finom. Most ezt nem azért mondom, hogy szponzorálj G Fuel, mert úgyse fognak. De ezt váratlanul ért. Azt hittem, milyen fisfas íze lesz. Csak ne legyen tutti frutti íze, annyit szerettem volna. De hát ez tök finom. Bazd meg. Hát beszarás. Kár, hogy ilyen sok koffein van benne, mert megpróbálnak, kipróbálnám a másikat is. De hát akkor nem fog egy hétig aludni. Ma holnap. Hát baszdmeg, ez nagyon állat. Hát ez igen. Ez tök finom. Tényleg olyan, mint a dinnye. Kicsit savanyúbb. Mondjuk dinnye limonádé a neve. Vagy ami rá van írva. Bezd meg. Csak nem lesz tőle semmi baj. Valószínűleg nem ugyanaz az édesítő van benne, mint a 100 fontos lillős kólában. Hát igazából rá van írva, csak nem ismerem ezeket. Rá van írva, nem tudom melyik az édesítőszer, de lehet, hogy ez nem, mondjuk nem is volt olcsó amúgy. Jó, mondjuk oké, van benne 40 adag, tehát 40-szer tudsz belőle, tehát ő, mint ha vennél 40 fél literes energiaitalt.
Ami azért mondjuk, ha veszel 800 meg 600 forint most egy Monster vagy mennyi, hát az úgy jó durván drága. Ez meg valami 20 euró. Amire nem rossz. Járban. De pazd meg, ez nagyon finom. Nálunk 580 a Monster, küldjek párat. A ízéset nagyon szeretem a Monsterből. A teásat, a rehabot, meg ilyen nagyon ilyen sárga színű doboza van, és ilyen citromos. Mindegy, bazd meg, ez finomabb, mint a Monster. Annyi, hogy nem szénsavas. Az kicsit... Ez konkrétan nagyon finom. Olyan, mint valami drágább limonádé. Ilyen dinnyés limonádé. Tényleg, de, és van benne dinnye íz. Tehát csak nem is az, hogy sima limonádé. Nagyon áll az. Ennyi szponzorációt igazán kaphatnék egy ingyen, nem? Yeah, Jeep Fuel. I fucking love it. Please send me free stuff. Ezt majd kiklippeljük és elküldjük nekik. Szénsavas vízzel nem lehet? Lehet, csak nehéz megcsinálni, mert hogyha csak úgy simán beleöntöd a szénsavas vízbe, akkor elméletileg így, tehát kifut az egész. De írták páram Redditen, hogy úgy kell, mert előtt ugye azért utána néztem, hogy mi ez, mielőtt megvettem. Tehát, hogy igazából ebbe kevesebb szar van, mint egy helbe. Azért próbálkoztam meg vele. Nyilván a food coloring az, hát az olyan igazi amerikai, tehát nem spórolták ki belőle. Ez ugye ma Európában nem szokás, hogy ne úgy nézzen ki a energiaitalod, mint a tisztítószer, ugye? Azt hiszem a Mountain Dew-t is azért tiltották be egy időben, mert volt benne az, amitől ilyen nagyon zöld lett, valami glukóz fasság, és akkor azt lecserélték egy idő után. Azt ugyanilyen zöld, azt most már lehet kapni, mert az pont nem illegális. De hogy alapból ugyanaz a food coloring, ami a nyalókában van. De a nyalókában okés ugyanaz a food coloring, de ha italban van, az már nem okés. Én értem, hogy ezek a 80-as években készültek ezek a szabályok, hogy ne keverd össze a láthatatlan potionödet a cifffel. Mondjuk a Mountain Dew-t nagyon utálom. Nem tudom, hogy szeretitek-e. Abban béka, hát abban konkrétan béka kamíz van, mert szerintem fúj. Olyan szinten édes, mint egy cukorszirup. Tehát én amúgy nem szeretem az édes dolgokat, én rájöttem. Tehát inkább az ilyen savanykásabb, limonádés, ez nagyon tetszik. Még nem nagyon oldódott fel, azért rázogatom még. Meg tele van cukor, hát nem véletlenül ilyen édes. Viszont ez viszont tényleg tök édes, de közben ilyen savanyú. Olyan, mint egy savanyú cukorka. De közben nincs benne cukor. Cukormentes. Meg vagyok lepődve, nagyon tetszik. Azt hittem nem fog ennyire tetszeni. Kiöntöm pohárba, hogy ne a... Amúgy ebből is látnék, nem? Hát ezért milyen hülyén néz ki. Ezért... A láthatatlan borsa. De azért arra figyeltek, hogy a márka azért látszik. A G Fuel makes you invisible. Send me free stuff. Hát egyszer megnézik. Please. Ja. Én azt hittem szar lesz. Ebben az még nagyon finom. Nem merek csinálni még egyet, mert rengeteg koffein van benne. Tehát hogy azért lehet, hogy 300 mg koffeint a fejre állap. Mondjuk az olyan, mint két espresszó, nem? Volt ma olyan, ittem azért annyira nem. Igen, a cherry coke és a vanília coke miatt szeretnek megdomálni az ismerősim. Devi Banolt ki, Oval Flame, itt létszi. Tehát azért van mindennek volt. Nem, amúgy. A cherry coke-ot én is szeretem. Mondjuk a vaníliás az... De... Freeway Cola! Yeah! Igazi benzinízű.
Szerintem a cherry coke az amúgy finom. És szerintem, és most kövezzél meg nyugodtan, a házi készítésű, házi, nem fish-fos pizzatábor, a házi készítésű sonkás ananásos pizza nem is rossz. Nem tőlem hallottad. Ne iratkozz le, ne refoundold a feliratkozásodat. Amúgy nem rossz. Nem vennék, tehát nem költenék rá, de kipróbáltam konzerv ananásszal, mert télen nem volt ananász, és ha magadnak csinálod, akkor amúgy annyira, tehát itt rendes pizzakövön meg minden, tehát nem ilyen fish-fosul. Nekem van ilyen pici ilyen pizza ovenöm, nem véletlenül vagyok dagadt, mint az állat, és nem is volt rossz, de mondjuk pizzériából nem rendelnék. Tehát maga a sonka, meg az ananász csinál egy ilyen balanszot, amiről én nem gondoltam volna, hogy lehetséges, de nem is volt rossz. Maradjunk annyiba. Utáljatok meg nyugodtan. Ja, és nem is vagyok dagadt, hanem nagy a csontozatom. Hol kell leiratkozni? Tényleg nem volt rossz. Tehát nyilván függ attól, hogy milyen a paradicsom szósz. Ezt onnan lehet ugye tudni, ha magadnak csinálod a paradicsom szószt, hogyha elbaszod, akkor tök minden milyen pizzát csinálsz, savas lesz, mint a kurva élet. És most képzeld el, hogy savas a pizza a paradicsom szósz miatt, és majd ráraksz savas ananászt. Tehát nem fog működni, de egy édesebb paradicsomos szószban, amit picit édesebbre csinálsz inkább, mint sósra vagy savasra, nem volt rossz az ananásos pizza. Nem a kedvencem, tehát nem kell megijedni. A kedvencem még mindig a szalámis, meg a sima sonkás, de nem volt rossz. Tehát meg, ha ilyen jól meg van csinálva, meg lehet enni. Ananásos pizzáról beszéltek, én csak a Hawaii-t ismerem. Hát konkrétan az a Hawaii. Mi a Debbie, már menned is kell, most jöttél meg. Ja, miért én vagyok a bot? Mert kijelentkeztetett, és csináltam egy tokent, és a tokent a sima accountommal csináltam, és most nem fogok kijelentkezni, majd máskor megcsinálom, most én vagyok ma a bot, jó? A Shongoku pizza is nagyon finom, na azt nem tudom milyen. De biztos, hogy magyar találmány, mert csak nálunk hívták így a pizzát, a Shongoku pizza, mert ugye ezt a Shongoku ezt a pizzát ette a sorozatban. Ami nem tudjuk, milyen volt. Vagy tudjuk? Mármint a sorozatban kiderül, hogy mi van a pizzán? Igen, hogy Shongoku, mert hogy sonka gomba kuka. Nem is eszik a sorozat, de eszik pizzát. Az benne a poén. Vagy összekeverem valamivel? Hát a Last Airbendenben kurvára nem ettek pizzát, azt sem tudták, hogy létezik. Összekeverted. Nekem elég a sonkú, mert a gomba nem a kedvencem. Én se, tehát nem szoktam gombás pizzát csinálni. De meg lehet enni, tehát hogy nem mondom azt, hogyha van egy buli össze, akkor csak gombás pizzák van, akkor fúj! Tehát ezt nem mondom, hanem, de úgy amúgy magamnak nem csinálnék se Hawaii pizzát, se békönös pizzát, se gyroszos pizzát, mert szerintem az totál, tehát akkor már csinálj gyrosz, bazd meg. Tehát én a fasznak csinálsz akkor gyroszos pizzát, szerintem az egy kurva egy hülyeség. De ezt mondom, csak egy éve kraftolgatok magamnak pizzatésztát, meg ilyesmit. Most vagyok ott, hogy már úgy fejből megjegyeztem az egyik legjobb pizza receptet, pizzatészta receptet. Annyira megjegyeztem, hogy leírtam magamnak, és elő tudom venni bármikor. De úgy magamnak experimentáltam ki. De most nincs előttem. De elővegyem? Van itt bárki, aki csinál pizzatésztát? Nem hiszem.
Csokis pizza. Fúj. Vedd elő. Ne léci. Nem, de nem úgy, hanem a pizza receptet. Bolonyai ragust, hát az is, hát akkor már egyél egy spagettit, baszki. Ezeket nem szeretem. Tehát, hogy meg van a mexikói pizza, akkor csinálj egy burítót, fasznak kell izé pizzára rakni minden szart. Jó, hát ez, hogy elővegyem, ezen teljesen meghűltetek, látom. Azt én iszom izét a... Én iszom a... Mi ez? Mit beszéltünk? Tudom én. Akkumulátor folyadék. Hát ez még mindig kibaszott finom. Coccolino, azaz. Hát ha ilyen lenne a Coccolino, tényleg lenne probléma bele, hogy megisszák a gyerekek. Fagyálló, azaz, tényleg. Nem tudom, fagyálló. Jó, igen, Fortnite Shield Portion. Kurva finom egyébként. Kíváncsi lennék, hogy milyen színe van a... Még igazából mindig formában fehér amúgy. Nem tudom, mitől lesz utólag színezett. Ehhez én nem értek. Én csak a folyékony étel festékkel találkoztam. Porral nem. Miért mondom wrong channel, Jesse? De nem! Nem úgy veszem elő. Hagyományos kör alakút, vagy négyzet alakút, mint a tepsi? Kör alakút, mert tehát van egy ilyen kis pizza ovenöm, ilyen fűtőszálas, és az úgy van megcsinálva, hogy annak van az elején, az alján egy pizza kő, és az meg ilyen sima pizza alakú, ilyen 28-30 centis pizza alakú, és akkor át szoktam csinálni. Ez kb. 200 gramnyi pizzatésztát sütök meg, tehát abból csinálok pizzát. Nem egy nagy pizza, de nem is baj, mert ugye egyedül leszem meg. Tehát egy kicsit próbálok vékony kis pizzát csinálni. Pizzasütős videó, amikor vár. Hát amúgy csinálhatnék, de nem nagyon csinálok videókat, tudod? A porszínezék jobban nem hígítja fel. Meg általában egészségesen anyagokból készül. Mondom, egyébként azért ugrottam rá erre a J-Fuel-ra, mert nem csak azért, mert szinte mindenki issza, akit nézek. Tehát működik a reklám, azt tudom mondani. Hanem Moist kritikának is tetszik, és neki nem tetszik soha semmi. És úgy gondoltam, hogy mondom, megnézem majd, mi van benne, és konkrétan ki van vele plakátolva, hogy mi van benne, tehát ez itt, ez, hogy mi van benne, ez az oldalra, és ki van vele plakátolva, hát akkor gondolom, biztos nem nagyon, tehát hogy mondjam, hogyha tele lenne szarral valami, amit el akarok adni, akkor megpróbálnám úgy elbújtatni, hogy véletlenül se vedd észre, hogy mi van benne, és végigolvasod, rágoogolozol bármire, ami benne van, és igazából nem egy, tehát nyilván van benne show, meg taurin, meg ilyesmi, ami nem kötelező, tehát szerintem anélkül is finom lenne, de alapból nem csinálnak semmit. Tehát vitamin csinálnak. Koffein az egyedüli, ami úgy konkrétan ártalmas benne, ugye ironikusan azért veszem meg, mert van benne koffein, meg energiaital, 140 mg per ilyen adag. És ha már a legkárosabb anyag benne az, amiért megveszem, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. És az meg amúgy finom. Azt hittem, tök szar íze lesz, mert mondom, nincs benne semmi, ugye szarik kéne, hogy legyen cukorral, hogy azt mondjam, hogy reális az íze, de nem reális. Konkrétan nagyon finom, azt nincs is benne cukor. Nagyon állat. Ez tényleg nagyon finom. Nem biztos, hogy mindegyik ilyen finom. Hallottam, hogy némelyik tök szar. Van a Sonic, és a Sonicból van egy olyan íz, ami gyümölcsös gabonapehely ízű, és mindenki azt mondja, hogy fúj. Amit valahogy átérzek.
Az fúj. Amúgy mennyi idő még megérkezik? 4 nap volt hétvégével együtt. Meg is lepődtem. Ezután a két stream után kipróbálom, mert majd érdekel. Csak is a stream miatt. Hallod, Jamie, jól itt vagy? De komolyan! Sponsor me! Csinálok izé én is ízt. Milyen, biztos valami citromos társízt csinálnék. Bár nagyon szeretem a barackot, de abból nagyon sok van. Tehát abból van vagy 5 darab barack íz. Azt egy se volt elérhető, mikor vettem. Tök jó. Az Elden Ringes nagyon érdekelne. A Crimson Tear íz. Már csak azért, mert Elden Ringes. Majd az Elden Ringet egyébként kijátszok valamikor még egyszer, mert láttatok, hogy jön a DLC? Hoppá. Vagy Expansion Pack, nem is DLC. Nagyobb lesz, mint egy DLC. Remélem. Léci. Alex homloka íz van. Hát nem tudom, de ha ilyen ízű a homlokom, akkor hajrá. Akkor segítek nyalni. Bum bum. Köszönöm. Alex geci, jó, oké. Rendben van. Köszönöm szépen, tészta gombot. Fagyálló. Mustárgáz. Ilyen ízekbe gondolkodom. Mustárgáz, és így lenne rajta egy kurva nagy horog kereszt. Ja, hú, de sikeres íz lenne. Ja, mindjárt kibannolnak ezért. Jó van. Szavasz klikkel. Jó, ne klippelt ki, hallott. Tönkreteztek vele. Jó, ez csak úgy eszembe jutott gyorsan. Jó van, ez kicsit durva volt. Elnézést kérek, tényleg. Jó, hát oké, azt mondjuk, lehet, hogy arra azt mondanák, hogy figyelj, valami más találjunk ki. Ezután, hallod, akartak eddig szponzorálni a G-Fuel-ék, most nyomták le, már blacklistelve lettem egyből. Jaj. Mi durva, milyen jó nevet rajta, hát mert azért ez tőlem kicsit durva volt, nem? Azért én, azért, hát igen. Nem tudom, milyen ízt találnék ki. Dinnyés is sok van. Dinnyés nagyon szeretem. Vettem pár ilyen picit is egyébként. Most nézem, elfejtettem, hogy itt idehoztam. Ilyen egyes csomagokat. Ilyen starter kit. És akkor járt egy csomó ízből, ez csak én egy adag. Van ilyen, hogy hype. Hype sauce. Biztos finom, de elég undorító neve van. Bahama Mama. Hát ezt hallod. Milf juice ennyi erővel. Jó, megint kibanolnak ilyen, hallod, nem tudom abba adni. Blue Eyes. Ez legalább nem hangzik kusztustalannak. Battle Juice. Ahhoz képest ananász van rajta. Tropical Rain. Hát ez ennyi. Ez csak ilyen pár eurós ilyen próbált kezi ízeket pak. De vettem nagy ízét. Nem, amúgy nem voltam benne biztos, hogy tetszik. Így aztán most nem örültem volna neki, hogyha tök szar, mert ebbe azért van 40 adag, és hát nem tudom eladni. Gyere, hallod, használt gépfjól, csak belenyaltam. De hát ez van. Úgyhogy nem tudom. Lenne saját G-Fuel-om, nem tudom milyen íze lenne, de az lenne a legnehezebb az egész, hogy valahogy be kéne akkor hozatni Magyarországra, hogy lehessen kapni. Mert anélkül semmit nem jelne szerintem a sponsorship. Mert hogy ugye, ha nem EU-s boltból rendeled, és ott ugye nem mindig van, akkor ugye nyomnak rá vámtól kezdve minden szart, úgyhogy hát nem egyszerű. Bökő ízi van. Viszont azt tudom, hogy sokszor van ilyen, hogy vegyél egyet, és akkor kapsz egyet ingyen.
Én nem abba az időszakba vettem, sajnos azt lekéstem. Azt hiszem évente egyszer-kétszer van ilyen. Kár, hogy nem ilyet a koffein ezt cuccot. Na most ez meg a másik, amit akartam mondani, hogy ugye van ennek a G Fuel-nek a nem koffeines verziója, amiben csak a vitaminok vannak. Komolyan, mint egy salesman olyan lettem. Fucking sponsor me, dude. Na és... De olyat nem vettem, mert csak olyanból volt barackos. Azért nem vettem, mert egyrészt nekem én direkt a energiaital miatt venném. Az a Hydration Formula az a neve. És abban nincs koffein, az csak simán G Fuel koffein nélkül, csak a vitaminokkal. Viszont kevesebb adag van benne, tehát 30 adag van benne, nem 40, és ugyanannyiba kerül. Azért nem vettem. Tehát ugyanolyan, mint ez, csak 10 adaggal kevesebb van benne, és nincs benne koffein. Abból volt a Moist Criticalnak a barackosa, amit ki akarok próbálni, de úgy gondoltam, hogy egyelőre szerintem eleget költök, mert azért nem olcsó. Olcsóbb, mint hogyha vennék ennyi energiaitalt, de hogyha tehát ez most vett olyan, mintha vettem volna 80 darab energiaitalt, meg még ezt a sok szart itt. Úgyhogy nem volt amúgy annyira olcsó, viszont a szállítás ingyen volt. Érdekesen hangzik, megveszem, eladva, ugye? Hallod? G Fuel. The best one. Hydration formula, if you don't wanna drink... No, if you wanna drink at night. Hydration formula. Formula. Formula 1-es autó. Na, mindegy. Ja, a vám az sokat basszint rá. Van, lehet kapni európai resellerektől is. eBay-t nem ajánlom. Ez olyan, mit tudom én, nem. eBay-ről én nem rendeltem soha semmit, meg nem is szeretnék. Most ha EU-n belül van, akkor nem vámolják ugye le. Viszont sokkal drágább lesz valószínűleg, mert akik viszont behozták, azok kifizették a vámot, ugye. Na mindegy, amúgy majd rájuk hírok, van ilyen partnerprogram. Nyilván nem azzal, hogy hallott, csináljunk, mit csináljunk mustágál ízű, meg borsod ízű, borsodi, ahol avas lakótelep ízű G Fuel-t. Tehát nem ezzel, hanem hogy nem adnátok párat, hát hogyha adnak, és akkor streambe azt hiszem úgyis, azt akkor fogom mondani, hogy G Fuel, when you really need the thing. Hát jó, ezt majd még gyakorolni kell, mert nem túl hiteles. Úgy, mint a hell. G Fuel! Anally! Oké, okay, jó, oké. Okay. Nem, hogy tényleg. Tényleg megnézik a streamet, aztán... Hát a seggembe kell, az ugye... Az nem hangzik túl jól angolul, az úgy nem jó. G Fuel! In my ass! Na jó, rendben van. Amúgy feldobottam, de tény is való, hogy ő működik. Bár nyilván annyira nem sok benne a koffein. Nem tudom, mennyi energiaitalba egyébként. Az, ha jól tudom, kb. Annyi, mint egy espresso. Ami annyira azért nem sok. Az kb. Tehát azért volt már olyan, hogy itt el egy-két kávét egy nap, mikor úgy nagyon fáradt voltál, tehát hogy annyira nem sok. Nem hát. Így nem leszek szponzor. Cement flavor. Jaj, betonkeverő, és ja, igen, és betonkeverő skint fogunk adni. Lesz saját shakerem. Most fog kinézni, mint egy betonkeverő. Piros lesz az alja, és sárga lesz a teteje. Jaj, és lesz majd jó kis izé.
paprikás, kolbászos flavor, jó kis magyaros lángosos, tejfölös sajtos lángos. Hát igen. Magyar piacra magyar terméket vágom. Hát a ízében azt tudom, hogy a Doom Eternal-nek az íze, amit nem vettem meg, mert szerint én nem is értem. Mondjuk ez nagyon finom, így aztán most már kezdek gondolkodni, hogy lehet, hogy akkor azok is. De a Doom Eternal-nek az íze az cayenne bors és citrom. Kettő ízük van, ezt lehetett kapni. Na most, tehát csípős paprikás limonádé magyarul. Hát nem tudom. Én szeretem a csípős dolgokat, de nem egy limonádéba. Bár most aztán, aztán amúgy fasz tudja, lehet tök jó. Szerintem full finom lehet. A cayenne bors nem paprika. Hát, de csíp, mint az állat, nem? Mikor csípős paprika porra gondolok, akkor általában a cayenne bors is olyan erős pistás. A cayenne bors paprika? Chili féle. Na hát akkor meg... Ja, az tényleg egy paprika. Miért hívjuk borsnak? Jó, akkor nem vagyok hülye. Én gondolkodtam, mondom, én azt hittem, hogy ez ilyen sima chili por. A cayenne bors. És az. Tudtad? A cayenne bors nem is bors. De mi ez is? Mire lehet használni? Kajába, baszki. A cayenne bors nem egy borsfajta. A magyar elnevezése valószínűleg egy félrefordításból született. A cayenne bors nem más, mint egy csípős paprika fűszerként használt durva örleménye. A csilis fűszerkeverék állandó alkotó eleme a bors elnevezés. Egy félrefordításból származhat. Ugyanis angolban a pepper borsot és paprikát is jelent. Egy másik elmélet szerint a formája miatt kapta az elnevezését, ugyanis őrölve úgy néz ki, mint a piros színű bors. Szerintem nem néz ki, hogy mint a piros színű bors, úgyhogy valószínűleg a félrefordítás lesz a ludas. Belerakod a fitymádba. Sok szerencsét, én nem tennék ilyet. De örülök, hogy itt vagy. Az olyan, mint a Solid State Drive-ra azt fordították, hogy tartós állapotú meghajtó, de hogy fordították ezt? Ez komoly? Tartós állapotú meghajtó, itt van! Jó, hát nem van. Figyelj, én tartós állapotú vagyok. Én nem tudom, te milyen vagy. Tényleg, beírtam, hogy magyarul, hogy Solid State Drive magyarul, és tartós állapotú meghajtó. Ami amúgy, mint fordítás működik, csak picit félrevezet. Amúgy azt láttam, hogy mostanában úgy csinálják az SSD-ket, hogy amikor veszel egy 2,5 colosat, akkor van benne egy sima M2 SSD, csak ugye a PCB úgy van megcsinálva, hogy tudja olvasni a HDD-s SATA olvasó. Durva, hogy mennyire kimentek a divatból ezek a szarok. Tehát egyáltalán most már szerintem ezek a 2,5 col, meg ezek a szabványok, ezek szerintem egy 5 év múlva már teljesen eltűnnek, mert mindenhol csak M2 SSD-k lesznek. Hát régen még azt hittük, hogy izé, hogy jó,
hú, milyen SSD-d van, izé, 2,5 colos, most meg... Jaj, ez csak izé... SATA 3-as, nem SATA 4-es, nem kell. Nem 7,5 gigabyte per szekkel tudod írni, úgy már nem is kell. Mondjuk azt, hogy mennyi lesz az élettartalma ezeknek a drive-oknak, azt ugye nem tudom, mert minél drágább, annál tovább jó, de én nem tudom, hogy a, mondjuk ami nekem van, ez a 980-990 Pro, vagy melyik, ez meddig lesz jó. Reméljük, hogy egy 6 évig biztos, és akkor mire már amúgy is vennél új gépet, addigra. Addig csak kibírja, remélem, mert valami drága volt. Mi ez a komment? Hát előláttam egy nyelvtörténelmi videót, azért hívják Peppernek angolul mindkettőt, mert amikor először vittek Angliába paprika féléket, akkor fűszerhiány volt, és azt mondták, hogy ez egy új fajta bors. Aztán megmaradt a Pepper név. Ez mondjuk jó szar. Hallod? Eski paprika, eski bors. Egy nagy bors. Sokat kell darálni. És jót tett a poroszt. Oho, geci, mekkora bors. Jól átbozták őket. Peppa. Peppa Pig. Oké, nem van. Jó, hogy nem paper. És arra is azt mondták, hozták a A4-es másoló papírt. Aj, bors! Bors, geci! Ahogy sokat kell találni! Most mindennek szaríze volt. Radom beszólt némi Zajdinak, nézd már. De én szóltam be, az a durva. Ja, de egyébként igen, azt én is észrevettem, főleg mikor én nézek ilyen angol recepteket angolul, hogy pepe, ugye bors is pepe, meg paprika is pepe, érdekes. Köszi a réded, kis pala, még ha egy fős is. Ő beléded, köszi szépen. Hogy saját magadat berédelted ide. Így már nézhetsz is. A Dr. Pepper. Egyébként a Dr. Peppert én még mindig nem kapni Miskolcom, amúgy. Én amúgy szeretem. Nekem szerint tetszik, hogy nem ilyen full édes kóla íze van. Csak ugye az agyad így, mi a gyerekkorodban megszokott, hogy kólának kóla íze van, így jó, szénsavas, fekete ital, és akkor kapsz egy tök más ízt. Nálunk van, mennyit küldjek? Tudok rendelni, nem arról van szó, csak szarul esik, hogy elmegyek a Lidlibe, azt nincs. Azt néha innék egyet, azt úgy nincs. Nyilván, hogy van, amikor, hogyha rendelek online ilyen fűszereket, rist, stb., akkor valahogy hozzábaszok egy rekesz Dr. Pepper, de amúgy nem kell nekem ilyeneket inni. Aldiba van, az durva. Nálunk se az Aldiba, se a Lidlibe nincs. Alfi. Hát azt se tudom, az mi. Olyan nincs is Miskolcon. Miskolcon csak Aldi van. Max izé van, ami ilyen F betűs az Ocean. Amiben nincsen F betű. Hát erre most rábasztam. Nagy Tesco-ba sincs. Nem tudom, régen voltam a Nagy Tesco-ba, lehet, hogy ott van. A Bosnál. Mondom, lehet, hogy ott van, nem tudom. Nagyon régen voltam a Nagy Tesco-ba.
Mikor legutóbb voltam a Spárba, akkor megismertek. Az durvi volt. Nem az Aldiba, hanem az Alfiba. Vág ez, de itt nincs Alfi. Van több Reál Alfi Miskolcon is. Én még nem láttam. Lehet, hogy most így szivattok, hogy direkt hogy Alfinak mondjátok az Aldit, azt én meg itt fogom keresni majd, mint a hülye. Ott fogtok röhögni, ott fogtok állni mindennyien az Aldival, ott fogtok röhögni az ablakból, hogy keresi a hülye gyerek az Alfit. De ott fog az egész, mindenki a cseten, ott fogtok állni, és azt néz, keresi az Alfit a hülye. Hát na. Valid. Nagyon, nagyon valószínű, nem? Berédelem a, és berédelem az Alfit. Nem, csak C-Tesco van, jó van. Az van itt is szerintem, de még nem voltam C-Tesco-ban. Valahogy nem nagyon járok arra felé. Mutatom, nagymutatom, elküldött a botba Phantom Cola-ért. Kiderült, hogy Fantára gondolt. Phantom Cola. Az a Google Maps telefonján van Alfi Miskolcon. Alright, motherfucker. Jaj, hogy az Alfi... hogy ez a Reál élelmiszer, mert az úgy, tudod, hogy Reál, azt láttam már, ez izé, mikor mész Pestre, ez arra van. Fú, de gettós. Azt így random le van fotózva a romlott káposzta. Jó, jó hely. Nem, hogy belülről nem néz ki rosszul. Kívülről nagyon gettós. De ezt mondom, ezt vágom, ez hol van. Ez amikor átlába, hogyha Pestre kell menni valamiért, akkor erre. Itt ezen keresztül megyek ezen a részem. Na majd egyszer megyek Pestre, jó, megállok az Alfi előtt, de ha nem lesz ott, bazd meg. Ha kiderül, hogy ez az egész egy prank, és ez egy sima 3D-s fotó, most rendeltétek ki, és töltöttétek fel, és spineltétek be a Google Maps-re, mert ilyet amúgy lehet csinálni. És kiderül, és oda megyek, és csak szipus Alfonsz lesz ott. Ott fogtok ízni a bokorba tapsolni, meg szarni. Miről beszélek? Nem kellett volna ezt a GPU-t meginni, teljesen megjöttem. Na. Egyébként jó, feldobott. Tehát azt tudom mondani, hogy tényleg mint egy rendes energiaital. Kicsit fáradkás voltam, most már nem vagyok az. És általában, amit a cukor okoz, ez a, az, hogy elámosodok tőle, mint az állat, itt ez nem nagyon van. Mert ugye nincs benne cukor, tehát micsoda meglepetés, hogy jó, nincs cukor, akkor nem olyan, mint a cukor. Ó, genyó! De, hogy... De jó. Több Alfi is van, bazeg Miskolcon. Mindjárt elfrissítek, már 4 lesz. Gyártjátok izé AI-val a képeket, mint az állat, fogadjunk. Random, adjátok meg egy folytában, hogy gyorsan Miskolcra egy Alfi nevű boltot, ami piros és sárga szalag van rajta, és a ChatGPT már nyomatja kifele a... Már hallod, eddig 3 volt, most már 4 van. Több Alfi van itt, érted, mint Alexovics. És tényleg. 4 pont? Ez a Pestre, ez az! Ez vágom, hol van ez a Pestre menős. Vágom, hogy én nem vágom az utcáknak a neveit, a Pestre menős. A Pestre menős szipuszal, sipkás Alfonsz. Nézzük, hogy milyen értékelések vannak.
Azt mondja... Mindent megtalálok itt. Szeretjük az Alfit, mivel minden kapható, amire egy kis család spájzból és sütőjelvő szükség lehet. Na most én nem hiszek a fizetett alkalmazottak és tulajdonosok által irkált review-kban. Ez picit gyanús, nem? Tehát most kb. Olyan, mint ahogy én ott a J-Fuel-t ittam, hogy ó, geci, ez kurva jó! Mondjuk tényleg az, de mondjuk igazán küldhetnének nekem egy ilyen tabot. Pedig én fizettem érte. És még úgy is kurva jó. Úgyhogy tényleg tök jó. De kár, hogy nincs valami creator kódom. Kapnék valami kreditet legalább. Általában van minden, amit keresünk. Nagyon jó volt. Jó, oké, nem ez érdekel engem. Kedves, én vagyok. Ha? Örülök, hogy otthonosan érzed magad ebben a primitív és igénytelen közegben. Ha jól sejtem, te is ez az ember vagy, aki hétvégente a környező konténereket járja. Ingyen ruha és élelem után kutatva. Mi a fasz? Hogy jön ez az Alfihoz? Érdekes, hogy te hajlandó vagy bevállalni azt, hogy pékés hústermékeket taknyos kézzel fogdossák össze. Mi a faszról beszélsz? Jó, oké. Menjünk tovább, ez is kicsit... 10-ből 9 alkalmazott, talán még 8 átlanos se végezte el. Viselkedésük alapján bunkók, primitívek, igénytelenek, unintelligensek. A kenyeret, húsárot és pékárot kesztyű nélkül fogdossák, leejtik a földre, probléma nélkül visszateszik a bolt polcaira. Színvonalon aluli az egész. Következő. Nekem bejön. Nem kötelező itt vásárolni. Talán próbáld ki a Coop üzletlánc. Arra tudod is ilyen 10% olcsó, ha használod a kód, Coop most. Jónás írja, az üzlet nívója teljesen lealacsonyodott. Fogyasztó árak hiányos feltüntetése, szarkasztikus, cinikus megjegyzést tett a kenyeret szeletelő eladó. Érted, bazánk, szeletelik neki a kenyeret, azt az se jó. Semmi nem jó némelyiknek. Lassú a kiszolgálás, pedig hárman is voltak. Mikor megjegyeztem, elmondták, mehetek máshol vásárolni. Gondolom, abban nem volt sok köszönet abban a megjegyzésben. Gondolom, így jegyeztem meg, hogy mi ez a lácsizár? Hárman vannak előttem, genyó, hárman! És akkor így lehet menni máshol vásárolni. Micsoda? Tudod, ez a tipikus Karen. De hogy amúgy engem nem, még nem, még hogy mondjam, még nem öntött el az agyamat a szar, hogy hárman álltak előttem. Nálunk a kóba 900 font egy üveg kóla. Azt a büdös kurva eget. De hol laksz? Vannak Karen sztoriaid? Nincsenek különösebben. Amerikában volt egy olyan, hogy Texas, from Texas. Voltam Walmartba. Összevásároltam mindenféle szart, amit itthon nem lehet kapni, tehát ilyen fánk, olyan steak. Tehát így bement a tipikus magyar, bement a Walmartba, és mindent összevásároltam, amit itthon nem lehet kapni. Csak a shotgun meg az AR-15 hiányzott a kosaramból egyébként. Tehát, meg valami kisebb kaliberű revolver, érted? Tehát mindent összevásároltam, ilyen peanut butter, olyan hot pockets, tehát mindent, amiről hallottam, hogy tök jó, de soha nem tudtuk kipróbálni. Csupa egészséges dolgokat pontosan. Ilyen doboz rámen $2 12 darab. Azért az durva. És akkor mi hisztizünk, hogy izé, jó, Amerikában minden ilyen kibeszett drága.
$2 volt 12 darab nagy zacskós rámen, amiből nálunk 500 forint egy darab, csak mondom. Ott 600 forint volt 12 darab. Hát vettem is egy ilyen jó 3000 karton, egy 3 raknappal, és fizettem $10, tudod. És hát de utána azt küldözgettem minden ismerősemnek, hogy azt néz, egy kizi $2 volt be, azok 12 darab. Egy izi rekesz. A rendes izé rámen, amit mindenki eszik, Magyarországon nem is kapni, az a tip, rám, beírod, hogy rámen, és az a legelső, amit fogsz találni. Tehát még csak nem is a legszarabb, hanem a rendes rámen. Nem Nissin. Nissin az a japán, a... Mindjárt mondom neked, hogy melyik volt az. Egyből fel tudom ismerni, mert Magyarországon nem lehet sajnos kapni. Pedig szerintem finomabb, mint a Nissin. Images. És akkor mondom, melyik volt. Ha itt van. A Maruchan. Az volt az. Az egyik leghíresebb márka, csak nem lehet kapni. És abból volt a sima tasakos kis rámenből volt 12 darab $2. Ilyen mosolygós arc van rajta. Nálunk nem kapni sajnos, pedig szerintem jobb volt, mint a Nissin. A Nissin se rossz, de azt lehet kapni. Emlékszem még akkor, mikor feliratkoztál, te fasz! Köszi, Keri. Na, és ott volt egy ilyen, hogy álltam a pénztárnál, vettem, ugye, tehát tényleg vettem steaket, vettem, ugye itt a steak, vettem steaket, vettem mindenféle szart, fehér volt a tojás, és hűtőbe kellett tartani, azt tudom, mert nálunk nem. Nálunk ugye barna színű a tojás, néha szar is van rajta, és kint van ott a polcon. Az amerikai tojás az csak fehér, és csak a hűtőbe lehet tárolni, és azért van, mert ők lemarják róla a külső réteget valamivel, hogy tiszta legyen. De emiatt nem lehet kint tartani szoba hőmérsékletemben, megromlik. Itthon is van steak. Hogy mondjam, $2 volt egy ilyen T-bone. Itthon meg egy, kapsz egy ilyen 6000 ér, bazd meg. És senkit nem zavar, ha szaros. Hát még, sőt, még azt is mondják, hogy jó. Mert aha, ez a tyúk seggéből jött ki. Igen, ez már valami. Azt akkor ott állsz, hogy hú, de jó, szaros tojás. Engem nem zavart, hogy nem volt rajta szar. Annyi vitamin kell. Hát így hogy fog fejlődni az immunrendszered, ha nem tolod magad tele szalmonellával, és ordítva fosol és hánysz egyszerre? Majd a kórházba infúzión csipogsz az EKG-n, hát így sose lesz belőled férfi. Mondja ezt Péter a kislányának. Szóval... Szóval ott álltam a pénztárnál, és akkor hot pockets meg. Tehát minden ilyen szarságot összevásároltam, amiről mindig hallottál, hogy tök jó, azt Magyarországon sose lehetett kapni. Egyébként a hot pockets kifejezetten tök szar. Csak mondom. Szerintem tök fos. Mindegy. Zsakmad liberók. De tehát konkrétan tök fos a hot pockets. A steak nagyon finom volt, de olyan rendes, durva steakeket lehetett kapni ilyen pár dollárért. Itthon meg, mikor utoljára láttam Lidl-ben steaket, az is az egyik legszarabb cut volt, mert nem emlékszem a nevére, tehát az alig volt benne zsír, meg ilyesmi, így aztán az egész ilyen baromi tough, de így bazdeket 2-3 ezer forint volt egy ilyen kis csík. Hát, na mindegy, itthon valahogy ennek nem, nincs ni Magyarországon se szállítója, se kultúrája, semmije, mi sose kaptunk rendes steaket valamiért. Lehet valahonnan, valami hentestől lehet rendelni, ezeket nem tudom. Pesten biztos van valami hely. Itt Miskolcon nem nagyon van steak. Sose volt. És akkor fizettem a sok CSR-amért. Minden külön zacskóba ment amúgy, tehát és nem kellett fizetni a zacskóért. Tehát nálunk itthon bazdmeg el kellene 100 forintot egy szar műanyag zacskóért, ott minden egyes terméket egy új zacskóba nyomott a néni.
egy ilyen fekete, kicsit olyan én súlyom néni volt, nagyon aranyos volt egyébként, nagyon kedves volt, és minden egyes, tehát megfogta a műzlimet, belerakta egy szatyorba, belebaszta a kosárba, megfogta a valami mást, belenyomta egy szatyorba, belebaszta a kosárba, hát így nem is csoda, bazd meg, hogy mikroplasztikot eszünk, meg már a vérünk, bazd meg, kezd eldugulni a rengeteg műanyagtól, így nem is csoda, bazd meg. Tehát, hogy környezettudatos. Most már lehet nem így van, akkor még így volt, 2016 környékén. Tehát mindent új szatyorba rakott, hát azt meg is lepődtem, hogy miért nem egy nagy szatyorba rakjuk. Mindent külön szatyorba kellett rakni. Gondolom azért, hogyha valami kiborul, vagy kiömlik, akkor nem tudom, fingom sincs. És akkor egy random nő, én korosztályom, sima, fehér, ugye ott azért Amerikában nagyon sok volt az afroamerikai, tehát hogy úgy itthon ugye úgy nem szokott meg, de kint ugye rengetegen vannak, és akkor úgy mindig, elején mindig feltűnt, hogy mennyi ember van, rengeteg ázsiai volt, meg minden itthon, ugye ilyen nem nagyon van. És de egy idő után megszokod, és akkor már nem is nagyon figyeltem, hogy ki jön oda, meg ki nem, és akkor oda jön hozzám a nő, ilyen mondom én korosztályom, megfogja a kezemet, de így ugye vállamat, tehát elsősorban tehát léci ne, lehet, hogy azért, mert autista vagyok, de én ne foglos, jó? Tényleg, ha majd megismertél, akkor majd utána lehet pacsizni meg minden, de ne ér hozzám. De megfogta, de én nagyon tehát nem úgy, hogy így hanem olyan megfogta a vállamat, és csak ennyit mondott nekem. Jesus loves you. És elment. Na most, hát én nem vagyok vallásos, maradjunk annyiba. Nem tudom, mi volt a cél. Ezt szerintem amúgy egy podcastben elmeséltem már, de hogy ott lehet, hogy kicsit több volt a DTM, már nem nagyon emlékszem rá, de... De az durvi volt. Tehát napik volt a teljesítve, igen. Tehát, hogy így megmondták nekik az egyházba, egy embert át kell téríteni, Jesus loves you, és már ment is. De komolyan, tehát így rám nézett, azt hittem bazzek, hogy valami baj van. Valami biztonsági őr, vagy valami, csináltam valamit, érted? Mert hát ugye idegen helyen vagy, hát azt tudja, mi a szabály, lehet valamit csinálok, ami nem jó. Még meg is ijedtem. És akkor rám néz, Jesus loves you. Rám mosolyog is elmegy. Hát ez teljes, tehát ott loadingoltam, érted, egy 20 percet legalább. Az is se értette, az aranyos kasztás néni se értette, hogy mi történt. Ő is nevetett rajta. Hát én csak ott loadingoltam, tudod, mindig, hogy nem indul el a Windows. Hogy úgy nem nagyon akarok be, nem nagyon vagyok magamnál. De egy kicsit elgondolkodok, tudod, hogy álmodom vagy. Mi, vagy valami, tehát olyan szürreális volt. De hát Jesus loves you, ez van. Már pörgött is a kereszt másnap. Így keltem ki az ágyba, hogy Are you ready for a miracle? Azt már indultam is a templomba. A csaj szerint gondolom ezt várta, ez volt a reakció. Hát nem tudom. Mutasd meg a néni, hol fogod meg a plüss mackó. De igen, vagy most esett le. Rendben van. Szerencsés vagy, téged legalább szeret. Hát, ja. Csak legközelebb, ha lehet, akkor úgy tudassa, hogy ne fogdassa egy random nő. Bár aztán, megmondom őszintén, 9. éve közeledünk, hogy nem volt párkapcsolatom. Most már Jesus is jöhet, érted? Észen állok a Jónásra. Jézus Mária. A nő nem mondta a többi lehetőség tarifáját. Majd mondjátok, hogy no homo. Ja, én meg a nő.
Most már Jesus is jön. Köszi, Devi. Remek volt lett. Hozzád ért egy nő. Legörözted a r/who subreddit userek 98%-át. Ez az! Amúgy akartam csinálni egy ilyen randomra, valamikor eszembe jutott, mikor úgy szüneteltem december, januárba, hogy csinálok egy meme videót, aztán rájöttem, hogy ezek akkora fikát kaptam érte, hogy én felmertem menni YouTube-on a Erstes Hungary-re, és majd idehozom a normikat. Ez már nem 2015, könyörgöm. És majd normikat. Tehát bazzeg, a super turbo virgin gatekeeping, érted? Itt csak turbo virginök vannak. Hozzád ért a nő, húzzál innen. Tehát, hogy komolyan mondom. A fostalicskán normálisak voltak velem, aztán csináltam egy másik videót, azt mindenki leszított, hogy menjek az anyámba. Jó volt. Köszönöm. Mondja a Norvi, hogy ne hozd ide a Normit. Hát, welcome to Reddit. Hát ez van. Na, amúgy jobb mémek vannak a fostalicskám. Csak mondom, nem nagyon merek oda nézni, mert akkor a fikát kaptam múltkor a semmiért. Jó, nem a semmiért, mert átérzem, van egy kis közösségük, és akkor, hogyha valaki, aki egy tök más közösségből beszél róla, és oda megy sok ember, aki nem érti, hogy kell a Redditet használni, akkor azt vágom, hogy azt a moderátorok nem szeretik, mert jön egy nagyrakás ember, akinek finge sincs, mi az a mém. De én szerintem minél több mémel születik, érted? Tehát, hogy így oké, hogy még nem tudja, hogy kell mémelni, vagy mémet csinálni, de szerintem egy hét is megtanulja, és egy csomó olyan ember születik, akik amúgy tök jó mémeket kezdenek el csinálni. Ez lehet, hogy baj, lehet így is felfogni, meg lehet úgy is felfogni, hogy Alex, a büdös szemét, a rohadt anyádat takarodjál a normi nézőközönségeddel. Így is lehet. Nem, amúgy szerintem tehát én amúgy szeretem nézegetni meg mindent, tehát nem azt mondom, hogy nem azt akarom, hogy azért jön ki belőle, hogy Erstes Hungary, mindenki a rahadék, tehát nem ezt nyilván, hanem, hogy mint amilyen bármelyik subreddit, vagy amúgy bármilyen közösség az interneten, nehezen fogad be bármilyen külsős inputot, még akkor is, hogyha én másfél évvel ezelőtt mindenki az én posztjaimat upvotolta, aztán amikor csináltam egy videót róluk, akkor hirtelen a kurványám volt. Mert nyilván nem tudják, hogy én posztoltam. Mondjuk honnan is tudná. Nyilván nem ugyanaz az usernével fogom csinálni, csak ugye ez egy ilyen fura double standard. De én elmegyek Veszprémbe. Jó? Tüdőgondozó Veszprém. Mi a szar? Mi az a tüdőgondozó? Én is oda megyek egy csá. Hát a kedves Palackos Lekvár, találkozunk a tüdőgondozóba. Óvoda utca 2. 82-00 az IP-kód. Ottali. Tüdőszűrést lehet ott végezni.
Gondozó és szakrendelő. Ott Tali. Jó, nem oda megyek. Gyere vissza. Most éppen elindultál oda, tüdőszűrésre, gyere vissza. Zalaegerszegre megyünk. Édenkertbe fogunk enni. Ez egy cukrászda. Sütésfagyi. És van egy cuki kiskutyájuk is. Engem megvettek. Cuki kiskutya, fagyi, süti. All right, motherfucker, here I come. 4 csillagos Willis Hotel. Itt lesz az Alexovics, Matt Alexovics, Edli Kolaj, meg egy Impompész találkozó. Itt fogunk találkozni. A réten. Én bent leszek a termálfürdőben, ti kint lesztek a réten. Jó? Ez lesz a Tali. És fogom majd bacsizni Korda Gyurival. A rétem. Milyen faszról beszélek egyébként? Már csak a GPU-okkel. Komolyan nem megkóstolnám a másik íz, de szerintem egyik a fején mára elég volt. Akkor már nem lesz DS. Hát most nekem ma még dolgozni kell, most egy fél órát már nem DS-eznék igazából. Nem hiszem, hogy sok mindent tudunk csinálni fél óra DS-ben. Kivéve Veszprémben, na ott nagyon sok mindent tudunk csinálni. Tudunk mondjuk szánkózni. Ha van hó, van hó, nincs hó. Hát az basztad. Zalaegerszeg nem hozta a kívánt eredményt, azt tudom mondani. Mondj 2 dolgot, amit lehet ott csinálni. Szarni, meg húgyozni. Hát igen. Lehet, hogy le kéne nyomni a szímet. Ó, Magyarországon? Te 2003-ban ez, de tényleg egyébként kurvára nem volt már hó 10 éve. Pedig amúgy gyerekkoromban baszki, azért itt Miskolcon, szóval itt ugye a főleg ugye Borsodban, meg minden olyan kibaszott nagy havak voltak, hogy já, rendes izéket lehet itt építeni, ilyen faszom iglót, meg ilyen szarokat. Veszprémben most kátyúkerélgetés a mainstream szórakozás. Hát zacskóba hoznak aszfaltot azért. Ki emlékszik a 2013-2014-es tavaszi havazásra? 2013 tavaszi havazás. Én nem. Március 15-i szavazás. És még most is sokan útközben vannak az M1-es. Várja. De... autóikban, és még most is sokan útközben vannak az M1-es és az M7-es autópályákon, több főútvonalon és számtalan mellékúton teljesen leállt a forgalom.
a hófúvások és az elakadt járművek miatt. Sokan éjszakai szálláson és benzinkutakon várták a segítséget, komplett vasúti szerelvények és autóbuszok az igen, nézzem meg körül, hol van. Együtt. Reggelre sokan megunták a várakozást és elkezdték megbontani az autópályák szalag korlátjait, hogy megfordulhassanak. A honvédség lánctalpas járműveket vett be. Három helyről, Győrből, Várpalo... Sok a hó! Mit csináljunk? Bontsuk meg a szalagkorlátot! Vigyük el a mélybe! Basszunk be! Miért volt a szalagkorlátot? Hogy jutottál oda? Otáról és Székesfehérváról T-72-es harckocsik indultak az utakon ragadt autósok segítségére. A Dunántúlon már elállt a havazás, de a viharos szél miatt még órákig nehéz lesz közlekedni. Több tucat település megközelíthetetlen. Tök. Riadót rendelt el a belügyminiszter a havazás miatt kialakult katasztrófa helyzet miatt. Pintér Sándor azt mondta, összehívták az operatív törzset, és mindent megtesznek, hogy minden ember kiszabaduljon a hófogságából. A belügyminiszter jó, azt kérte, a senki ne induljon el ebben az időben. Senki. Elindult a gyere vissza. Riadót rendeltünk el a rendőrség egységeinél, a katasztrófa... Jó, de mekkora hó? ...meges balesetek miatt lezárta a rendőrség az M7-es autópálya a fővá... Hát most... most leesett 2 centi hóz riadóba. Nézzek már, az aszfaltomat és ennél is olvadt. ...városból kivezető szakaszát csütörtök este. Aki tudtak, kitereltek a 7-es útra. Én ma már voltam Ercsibe, onnan visszajöttem, mert ott... Ki az az Ercsi? A tiég volt a pálya. Enikő? Az M6-os fölött, és most több mint van szó, hogy visszamegyek a lányomhoz Pestre, ha sikerül, de hát itt nem tudom most merre lehet menni. Kellett neked Ercsibe menni. Hosszú kocsisorok torlottak fel. Mi jól tetszik itt várni? Hát egy fél órája körülbelül. Volt, aki a híradó riporterétől kérdezett. Hú, de jó volt. De most merre kell menjek? Miért? Én nem tudom, merre kell menni. Igazából az, a 7-es úton tud csak menni, mert az M7-es most még lehet. De az úton tudom, hogy nagyon csúszik. Megjött a szupport. Csúszik is, meg hát ez a tömeg van. Vagy inkább várjunk itten, inkább. A hófúvásban rengeteg... Válaszolni, mert nem válaszolnak neki. A 7-es úton Zalakomárnál a forgalom is leállt miattuk. A tűzoltók próbálták kiszabadítani a járt. A pot az én nemembe saját magamat kezdte fikázni. What the fuck? Miért is tud? ...járműveket. Zalaegerszegnél a 74-es úton traktorral mentették az elakadt járműveket. De hogy? Nézd már, hogy ez... Mi ez? Idáig ment az autó tetejéig? Mert ilyen képeket nem látok, csak hogy van egy-két centi hó. De ilyennel még nem találkoztam, ilyen tudaridővel, mint ami most van. Még a február is volt. Tudaridő. Volt, aki órákig várt a segítségre. Ilyen tudárka időkével. 400 kilométer van mögöttünk, és nem tudok más mondani, hogy elegem van mindenből. Zala megyében több melegedőt is kialakítottak az éjszakára. Rendben van. Csak a Sármelléki iskolában 150-en éjszakáztak. Székesfehérváron az egyik iskola tornatermében várták az elakadt autósokat, és azokat, akik nem tudtak kijutni a városból, mert nem jártak a távolsági buszok. Az internetes videó megosztókon és a közösségi oldalakon is rengetegen számolnak be arról, hogy hogyan akadtak el a hóban, vagy merre járnak. Egy fiatal lány járó motorral az autóban rekedt éjszakára Polgárdinál, videótelefonon adott interjút a híradónak, és azt is megmutatta, hol töltötte az elmúlt 10 órát. Mi folyamatosan járattuk a motort. Adott gyorsan a Sony Ericsson K800-imet. Én felrakom az iPhone-t, meg a Galaxy S25, meg a 4K-s DSLR, Sony Alpha 4000, egy másfél milliós DSLR-t. Elrakom a kocsiba gyorsan, a Sony K800-immel vlogolok egyet, hallod? Abu Anikó párjával az egész éjszakát Polgárdi mellett töltötte az autóban. Videótelefonján meg is mutatta, hol akadtak el. Videótelefonján? Bírom, hogy... Egyébként. Az iPhone egy 2007-ben jött ki, tehát ne csináljuk úgy, mintha ez 2014-ben. Ez... Jó, mindegy. A járómotorral nagyon sokan maradtak az autókba, éjszakára járómotorral. Jó, ja, ez stream? Ja nem, ez csak autókat, a csávó belenyúlt. Az leállították, és mentek, ahova tudtak. Vagy éppen lehet, hogy a közelben lakadás. Rádió telefon!
Gyakorlatilag fehér ködöt látott ez az autós, pedig nem köd, hanem óriási hóvihar volt az úton, Sárbogárd környékén. Forrás youtube.com. Köszönöm egy híradó. youtube.com. Maga a YouTube töltötte ezt a videót fel. Ez aztán kredit. Forrás youtube.com. Bevághattak volna egy mit tudom én, egy kanadai felvételt, bazd meg, ahogy 40-50 centis havak vannak érted a járdán, és oda lehetett volna írni, forrás youtube.com. Sőt, egy Angry Video Game nerd videót is el lehetett volna indítani randomra, a forrás még mindig ugyanaz. Szegény, nem is kreditelték. Forrás? Ja, egy állampolgár. Úgy is kellett volna írni. Tolna határán, Fonó közelében. Az egyik... Jó, egyébként itt van forrás youtube.com. Nem! Nem az! A csatorna neve a forrás. Jó, régen egyébként az 2013-ban, akkor kezdtem el én is youtube-ozni meg minden, akkor azért még azt így nem nagyon értettük szerintem. Forrás internet, azaz. Földgolyó, de tényleg, hogy... Trust me, bro. Jó, oké, a XX Pistike 12XX, de az a rendes csatornának a neve, ott van egy forrás. De az, hogy youtube.com, hát bazeg, 2013-ban is volt már milliárdnyi videó a youtube.com-on. Hát egy, akkor egy... Az utasok a viharos szélben vékony Jackie-ben indultak el segítséget kérni. Ez a videós pedig elakadt autót és egy árokba borult kamionost rögzített Somogyban a 67-es útnál, ahol szintén... Tehát, hogyha jól értelmezem, akkor nem sok hó esett, hanem nagyon hirtelen, nagyon durva széllel kibaszott nagy hóvihar árasztott el mindenkit, és ugye elakadtak az autók. Óriási szélvihar volt reggel. És hóátfúvásokat rögzített a telefonján egy másik férfi is, aki a Vas megyei youtube.com-ra töltötte fel. A 26-os úton a kamionok félreálltak, mert... Emlékszem még akkor, mikor feliratkoztál, te fasz! Nagyon szépen köszi. Kikakok vagy Ikoranc? Kicsit megfektetett a neved, de nagyon szépen köszi. Ketten szénmonoxid mérgezést szenvedtek a hófúvásban veszteglő járómotorú autójukban. Valószínűleg a havazás eltömte a kipufogót, a gáz pedig bejutott az utastérbe. Mivel fáztak, nem szellőztettek. A két mérgezést nem vették észre, hogy nem kapok levegőt. Ezekben a percekben szállítják a mentősök Budapestre a Péterfi Sándor utcai kórház toxikológiai osztályára. Veszélyes lehet, sokkal kisebb, mint egy lakószobáról. Jaj, nézd már, 2013. Még volt kórház. Én a gyilkos, ha bár ugye magának a kipufogógáznak azért van szaga, azt azért meg lehet érezni, de hogyha valaki mondjuk elalszik ilyenkor az autóba, akkor lehet, hogy nem ébred föl. Veszprém megye több részén is kritik. Ez még akkor volt, mikor volt hálapénz, volt oktatás, a boltban nem 40 ezer forintért vásároltál magadnak három salátát, meg két tálca csirke mellett, meg egy olívaolajat. Ez abban az időben volt még, mikor még volt oktatás. Típus helyzet alakult ki az utakon, a nagyobb városok be- és kivezető útjait lezárta a rendőrség. A legfrissebb helyzetről Kálóci Beáta tudósít. Mondjad! Veszprémben tegnap reggel óta folyamatosan havazik. A havazás és az erős szél miatt, mint ahogy mögöttem is látható, a Veszprém megyei rendőrfőparancsnok tegnap éjjel 11 órakor lezárta Veszprém valamennyi ki- és bevezető útját. Ugyanez a helyzet Pápán és Várpalotán is. Balatonfüred, Pécse és Aszófő felől megközelíthetetlen, és le van zárva a 8-as út Devecsernél Vas megye irányába.
Kamion stop van a 82-es és a 83-as főúton, és Balatonvilágosnál továbbra sem lehet felhajtani az M7-es autópályára. Veszprém megyében jelenleg 15 elzárt település és több járhatatlan út is van. A rendőrség azt ígéri, amint az időjárás lehetővé teszi, és a közútkezelő munkatársai megtisztítják az utakat, felszabadítják és feloldják a most elrendelt útjárakat. Milyenkor volt Péter Árpád? De, ilyenkor volt Péter Árpád. Most kapcsoljuk Zalaegerszeget és Miskolcot. Zalaegerszeg, Péter Árpád, Miskolcról, Embiről is a jelentkező. Szervusz Árpád, változott a helyzet Zala megyében. Szervusz, jó napot kívánok! Annyiban változott, hogy már csak két elzárt település van, illetőleg 35 a hivatalos megfogalmazás szerint nehezen járható út. Miskolc is! Péter Árpád is! Embiró Liza, nálatok? Szervusz, jó napot kívánok! Nálunk is van jó hír, mégpedig az, hogy 12-ről 5-re csökkent az elzárt települések száma, a rossz hír pedig az, hogy 37 településen nincs. Mondom, hogy hol van ez? Itt mész el, balra, itt, az Ocean felé. Ugye? Tehát itt megfogod, erre mennél tovább, itt kimész a faszba, de itt megfogod, itt nyomsz egy ilyen... És akkor itt jössz, figyelj... És akkor arra ott van az Ocean, meg a Möbelix. Nincsen áram. Árpádot kérdezem Zalaegerszegről, mikor állhat helyre az áramszolgáltatás, illetve mikorra rendeződhet ott a helyzet? Van-e erről információ? Tehát legalább annyi együttérzés, hogy spammeljétek a tapsos emojit. A 7TV-set legalább. Együtt tapsolunk, nem együtt tapsolok. Az áramszolgáltatótól kapott információ szerint a szakemberek folyamatosan dolgoznak, de most is Zalamegye egész területét tekintve több száz háztartásban nincsen áram. A problémát elsősorban az okozza, hogy a nagyobb fák kidőlnek, nagyobb fákat dönt ki a szél, elzárják egyrészt a közlekedés elől a lehetőséget, másrészt pedig a légvezetékekre rázuhanva problémát okozhatnak ezeket. Folyamatosan próbálják eltávolítani és helyreállítani az áramszolgáltatást, de mindig újabb még és újabb helyszínen akadhat probléma, délutánra ígérnek változást a szakemberek. Árpád, köszönjük, és Liza, Miskolc környékén mit mondanak? Mikor állhat helyre az áramellátás? Ahogy a segélyben tapsol. Hát először kezdeném talán az elzárt településekkel. Ugye 5 elzárt település van már csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Helyce, Regéc, Mogyoroska, Fony és Korlát. Kívánok! A következő órákban a dunántúli területeken még kemény, erős, viharos széllökésekre kell számítani. Aztán a délután második felétől, estétől fokozatosan, határozottan mérséklődik. Többek között Miskolcon és Nyíklátházán záratokat okoz. Több helyen a vonatok csak egyvágányon közlekednek váltakozó irányban. A Nyíregyháza Záhony szakaszon több helyen is leszakadt a felső vezeték. Ott több vonat áll a vonalon, a késések jelentősek. A MÁV Start vonat pótlóbuszokat rendel. A Debrecen-Tiszalök vonalon távközlési oszlopok. A Nyíregyháza Szerencs szakaszon, Nyírteleknél pedig egy fadölt a vasúti szintén. Az ország nyugati részén a hófúvások miatt már 15-100 perces késésekkel járnak a vonatok. A fővárosból nem indul egyelőre semmilyen busz a Dunántúrra. A javaslatára a kormány az nézzük a javaslatot. Épsége és a balesetek elkerülése érdekében mondta le az összes halljuk szabadtére tervezett ünnepséget. Ezeket a pártok is lemondták. Bírom, hogy kirakták őket a folyosóba, a videóhoz nézd már. Magánszemélyeket, hogy ne tartsák meg a lemondták szabadtére tervezett. Rondom, ott vannak egy folyosón. Most képzeld, merre dolgozott, mennél ott keresztül, vagy jönnél be ott jobb oldalt. Hát ez hihetetlen, ez ilyen igazi magyar. Hogy csináljuk? Gyere ki a folyosóra, azt majd felvesszük. Itt a lépcső. Random folyosón itt állnak. Ünnepséget. Ezeket a pártok is lemondták. A kormány arra kéri a szervezeteket, magánszemélyeket, hogy ne tartsák meg a március 15-ére meghirdetett szabadtéri rendezvényeket. A nemzeti lobogót reggel katonai tiszteletadással felvonták az országház előtt. Tudósítóink természetesen országszerte folyamatosan dolgoznak. Több településről nem tudnak kijutni, mert lezárták az utakat. Több városban olyanokkal is találkoztak, akik valamelyik ünnepi megemlékezésre igyekeztek volna. Kotró letakarított, azt azonnal visszahordta a szél. Kaposvár határain túl mindenhol elakadt autók, kamionok álltak. Az utakat tükörjég borította. Ez az autós Kaposvárról szeretett volna Nagyatádra eljutni. Mikor indultak, mikor ültek a Nagyapámra? Este 7 órakor. Komolyan? Az mondjuk durva. Hát igen, csak itt Kaposváron megaludtunk.
egyik barátunknál. Nem indulnak a Kaposvolán járatai sem. Csak amikor indultál, baszod? És a vonatok is elakadtak a hófúvásban. Ez már Győr, ahol a szállodák befogadták az M1-esről leterelt autósokat. Ez a férfi Svédországból menne Romániába. Azt mondja, este 10-kor teljesen az állította a rendőrség a forgalmat az autópályán, ezért muszáj volt valamilyen szállást találnia. Olyanok jöttek, akik elsősorban akik az autópályán rekedtek, és volt olyan ismerősöm, aki Ács térségében... És ő az igazgatója a hotelnak is, gyertek. Bár rakja is felfele azokat a villagó, enter here, tudod azokat a ledes villagó hatalmas lámpákat, meg a neon sign-t, hogy elakadt az autó? Akció! Plusz-minusz 10% off! Egy éjszaka, két éjszaka, kettőt vesz, hármat kap! Állt meg, vagy maradt ott az autóval, és valahogy vonattal be tudott jutni, tehát azok, szemek, azaz. Úton voltak, és segítségre szorultak. Ez a férfi is a hóval küzd az ország másik felén szorultak. Borsod megében. Kettét fizet, hármat kap! Soha nem látott még. Reggeli 10% off! Ez egy óriási. A hashtaggel hótörött vagyok! Havazás, én gyermekkorom óta. Nem emlékszem, hogy ilyen esett volna március 15-én, hiszen gyerekkoromban már sokszor amúgy, ilyenkor... Amúgy nagy a hóbaszki. Igazából egy ND-filtert hozhattak volna, hogy úgy lássunk valamit az egészből. 2013-ban még nem volt ennyire felvegyverkezve a stáb, úgy érzem. Az ünnep alkalmából olyan is volt, aki kokárdában lapátolta a havat. Minden esetre ez különös. Remélem, hogy ez pár nap alatt lecseng is. Beköszönt végre a hát ez aztán nagyon a hóesés délutánra elállhat, a viharos rajta. Szél azonban még sokáig gondot okozhat az utakon. Kutya! Például összefogással juttatt a kórházba egy vajúdó asszonyt a Fejér megyei Bodajkról. Autóval vitték ki. Először a tűzoltók a Bodajki vasútállomásra, ahonnan a MÁV egyik mozdulja. A kismama és a kisbaba is jól van. Mégül is egy vonatot szereztek, egy teljesen külön vonatot, aminek a mozdonyával jöttünk el, és ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki segített, mert ilyen összefogást meg összetartást. Mondjuk ez azért, ez hol szem. Tapasztaltam még, és hát az első két babámat én 41. hétre szültem, de ez a 35, ez nekem nagyon korai volt, és tényleg mindenki maximálisan segített, nem is tudom megállni nekik. Ez amúgy ez hol szem. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk ismét, viszontlátásra. Windows Phone 7, Windows Phone 8, iOS, Android. Windows Phone. Nézett is a család a Tesco parkolóban. Átultam, de nagyon értéktelen volt népség. Mutogattam SMS-t, nem puka idegesebb lett. Köszi Gábor, jó komment volt. Hát jó. Érdekes. Report video. It's a scam. Nem is volt hó. CGI volt. Na, szerintem menjünk. Úgy érzem, hogy kezd megártani a streamelés, hogy szerintem menjünk. Te hol voltál ekkora? YouTube-oztam. Változottam potion, ez az. Nem maradt már benne. Chief you! Please give me free tubs. Yes, yes, I do advertisement for company. Yes, yes, I remove pent. Na, azt a kurva eget, menjünk. Feltudom a napom. Nagyon örülök neki. Igen, ez ilyen multidéző stream volt. Ilyet csináltam, még már megcsináltam a videónézős lófaszt. Úgyhogy most már tudunk videókat nézni. Csak olyan videókat nézünk, amit nem vannak ki miatta, mert vannak olyan dolgok, amiket nem szabad nézni, mert nana.
Mert na. Jó volt a Dark Souls, nem? Már is neveztem a streamet, hogy utólag azért neve, hogy energia, meg videózás, mert ezt a két dolgot csináltuk, meg dumcsiztunk. De néha jó az ilyen is, nem? Hogy csak úgy dumcsizunk. Kínálhatnánk ilyet gyakrabban. Na, meg van olyan, hogy nincs game, tehát nem, általában egyébként én nem, majd az Elden Ringet ki akarom megint vinni, de általában nem, tehát olyan, tök jó lenne, hogyha minden streamre tudnék egy tök vadjó játékot találni, és akkor úgy ki tudjuk próbálni, de most úgy nem nagyon van. Meg hát az a House of the Dead szarságban, azok, hogy az milyen rossz volt, hát azt refoundoltam egyből. Visszakaptam a pénzt, úgyhogy semmi baj. I remove pants. Nem, I remove pant. I PC pant. Na jó, ezt most fejezzük be. Nem húgyozom össze a gatyest, hanem azt beszélik mostanában, hogy a Forspoken egy jó játék. Jaja, egy újabb refound. Könnyebb a lázat átviselni. A jobbulást. Én két másféltel ezelőtt fostam és ordítva hánytam egyszerre. Úgyhogy én át tudom érezni. Nincs úgy, nincs szab. És Devi is itt volt. Pedig Devi mostanában baszik ránk. Ez az, Devi itt van! Ez az, Devi! Tégy magadével! Ja, mámult. Akkor ne. De tényleg rabtag voltál? Valószínűtlen. Na jó, menjünk a faszba. Alex exkluzív fogyókúra, kapjon egy olyan bajt, amit az összes testnyíládon keresztül egyszerre ürít. Az pontosan instant mínusz 10 kiló, érted? Ó, Kim streamel. Menjünk át hozzá. Igen, de potion. Múltkor itt volt, tök jót gémeltünk. Hát megyünk Kimhez. Ó, ezt én ki akartam próbálni azt a játékot, amilyen játszik. Csak nem mertem, mert nem látom benne, hogy hol a content. És pedig sokan szeretik nagyon. De egyszerűen nem értem, mert csak ennyi a game. De maga a koncepció tetszik. De mit tudom én. Na jó van. Jók léhetek. Holnap nem biztos, hogy lesz stream, bár jó lenne egy kis Dark Souls, mert ma Dark Souls lett volna. De általában csütörtökön ugye nem szokott lenni. De ha leszne is, akkor is csak reggel lenne. Nem tudom, az nektek mennyire lenne. Jó, majd egyszer kipróbálom. Azt vagy vagytok, vagy nem vagytok. Majd kiderül. Nézzétek a DC-n az értesítést, ha jön, ezt tudom mondani. Sziókáztok, jók léhetek, és ürítsetek ki mindent a testetekből, minden testnyílásatokon, ti is. Jó? Ja?